A következő, amit meg szeretem volna mutatni, az. Ez apostolok cselekedetei 19, és a 22-es verstől itt van egy újabb történet. Elküldvén pedig Macedóniába kettőt azok közül, kik neki szolgálnak vala Timóteust és Erastuszt. Ő maga egy ideig Ázsiában marad. Ez Saul. Támad azonban az út azon időtájban nem csekély háborúság a Donnak útjáért. Ez ugye a Az ő útja, amiről szó van. Elmondja, hogy miért is támad ez a háborúság. Mert egy Demeter nevű ötvös, Demeter, Demetrios, görög eredeti tulajdonnév Demeterhez tartozó. Ezt jelenti maga. Ötvös ezüstből Dián a templomokat csinálván, én szerintem ez a templom Naos. Gondolom valamilyen szentély, valami kis bávány dolog, valami ilyesmi lehetett. A mesterembereknek nem csekély nyereséget ad vala, vagy pedig annak a díszítését. Tehát ez a karakter abból él, hogy gyártja ezeket a bávány imádó szentélyeket, meg különböző dolgokat. Ugyanúgy, ahogy ma ebből él rengeteg ember. Amit mondani akarok, az az, hogy ha valakinek az egész egzisztenciája függ valamitől, legyen az a gömbföld, vagy az evolúció, vagy a fizika, vagy a matematika különböző tanításai, vagy egy munka bármi, akkor lehet, hogy jobban megfontolja, hogy mi az, amit veszíteni tud, hogyha az igazságot követi. És az persze egy probléma. Ez mindenkinek az életében egyébként eljön ez a pillanat. Ez szándékosan az atya így intézi, hogy válaszút elé kerüljünk. Hiszen az az, ami megmutatja, hogy hol van az ember szíve valójában. Amikor egyszerű járni az utat, akkor mindenki járja. És ahogy elkezd göröngyössé válni, meg nehézé, az hozza ki, hogy ki az, aki azt végig fogja járni. Ugyanúgy, mint az edzés. Elkezdi az ember tavasszal a futást, nyáron, mikor mindenki megy nyaralni, meg a gyerek nincs otthon, meg a sok munka akad, akkor állnak az emberek. Aztán ősszel, mikor az eső elkezdődik, akkor még többen kihullanak. És aztán télen lehet megtudni igazán, hogy ki az, aki fut, meg ki az, aki nem, amikor hideg van, esik a hó, fúj a szél, hogy ki az, aki még mindig csinálja azt. De én elmondom, hogy vannak, akik futnak télen, mert én szoktam látni másokat is futni, de nem olyan sokat, mint nyáron. És ez ugyanígy van ezzel az úttal is. Ki az, aki akkor ott van, amikor nehézkesé válik ez az egész? Mikor az egész élete függ, meg az egzisztenciája, a családja, meg mindene azon a választáson. Úgyhogy ha valaki nincs abban a helyzetben, vagy még nem volt, az csak annyit jelent, hogy előtte van ennek. De előbb-utóbb mindenki életében el fog jönni ez. Ez a nagyszerű ebben az egészben. Demeter életében ez eljött. Egybegyűjtötte ezeket az embereket, és azt mondja. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jó létünk? Ugyanúgy, ahogy pap, pásztor, diakónus, meg az összes többi. Ha még nem hallotta senki azt, hogy persze én tudom, hogy ez az igazság, de nem tudom elmondani az embereknek, mert nem teszi lehetővé a rendszer, meg akkor elveszteném a megélhetésemet, akkor csak várjon. Biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az, akinek kipattant ez a, az elméjéből, ez a dolog. De ez egy problémát okoz akkor, amikor áldozatokat kell hozni. És szerintem ez a pont mindenkinek az életében már eljött. Csak még az áldozat nem volt olyan nagyon fájdalmas. Azt mondja, hogy ebből van a jó létünk. Látjátok pedig, és halljátok, hogy ez a Saul nem csak Efézusnak, hanem közel egész Ázsiának sok népét eláltatván. Rábeszélte őket. Meggyőzte ezeket az embereket, vagy félrevezette? Szerintük elfordította. Az előbb olvastuk el, hogy forduljatok felém, térjetek meg ebbe az irányba. Szerinte a másik irányból ez egy elfordulás. Mert azt mondja, hogy nem elohimek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Persze, hogy nem. Megmondta, hogy ne csináljatok magatoknak semmiféle ilyen dolgot ez a második tízbe. Nem csak az a veszély fenyeget bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut. Hanem, hogy a nagy Isten asszonynak Diánának Artemis temploma is semmibe vétetik. El is vész az ő nagyság, akit egész Ázsia és a világ tisztel. Ökumené. A lakott föld, a kerekség, földkerekség vagy a világ mint az ökumenikus mozgalom. Már akkor is ez volt a szituáció, mint most. Az emberiség mindig ebben a tudatlanságban élt le az életét. A lenéz a földre, és időnként valakit kiment ebből a szánalmas állapotból. Van, aki Alának hívja, valaki Visnúnak hívja, valaki Jézusnak hívja, valaki pedig Istennek hívja. Akkor Artemis volt, azelőtt Jupiter, Saturnus, meg az összes többi. Ma Isten. Mindenki hisz Istenben, nem? Az egész világ. Sőt, most már egyet értenek, mint egy ökumenikus mozgalom, hogy mindenki egy Istent imád tulajdonképpen. Az, aki ragaszkodik valamiféle szabályrendszerhez, legyen az muszlim, vagy keresztény, vagy akármi, az vallási fundamentalista. Az szélsőséges nézeteket vall. Hinni lehet, mindaddig, amíg az egyezik azzal, amit mindenki elhisz. Ha nem egyezik azzal, akkor az az ember szélsőséges. Ennyire nem kell hinni. Nem, nem ezt mondják? Mindent nem, ennyire nem kell komolyan venni. Ennyire nem kell belemenni. Mikor azt mondja, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged, Jahua, a te Elohimed immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged. Hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a te szívedben. Mert akkor derül ki, hogy mi van a szívedben, amikor nehéz az út. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És megsanyargatta téged, megéheztete azután pedig enned adá a mannát, melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudodra adja neked, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindennel, mind azzal él az ember, ami a szájából származ. Hogy is lehetne ezt túlságosan komolyan venni? Mikor ő arról beszél, hogy minden, hogy ne adj hozzá, hogy ne vegyél el, hogy elétbe adtam az életet és a halált, hogy azt csináld, amit mondott. Mindvégig ezt magyarázza nekünk folyamatosan. Ennek ellenére az ember vallási szélsőséges, ha azt csinálja. Akkor nem, ha jogázik, ha spirituális, hogyha mindenféle lényekkel kommunikál, meg az üzeneteket közvetíti a felemelkedett mesterektől, vagy a kereszténységen belül akármelyik templomba elmegy szunyókálni vasárnaponta, az nem probléma. Az egy jó dolog, mert akkor el lehet majd hitetni vele a végén, hogy ő ugyanazt az Isten imádja, amit mindenki más. Hiszen Allah nem különbözik semmiben az öreg Istentől, mindaddig, amíg az ember nem kezdi el követni azt a törvényrendszert, ami benne van a Koránban. Minél inkább ragaszkodik az ember a Koránhoz, és annak, ami le van írva abba, ahhoz, annál távolabb kerül a társadalomtól. Ugyanúgy, ahogy a Tórával. Lehetsz keresztény, hihetsz Jézusban, nem eszel disznót, nem probléma, de ha már bekötöd a fejed, akkor az már túl sok hogyha a sabátot megtartod, azt már nem kell, ha az ünnepeket megtartod, akkor nem, ha nem eszel. És egyre távolabb kerülsz a társadalomtól, a perifériára, azt hívják szélsőségesnek. Ez az egész rendszer tökéletesen ki van találva. Azt mondja Salomó, hogy jaj annak, aki az ember fél, és nem Elohim. Az egész világ ezt a dolgot tisztelte, amit úgy ismerünk, hogy Artemis vagy Diána, Ugyanúgy, ahogy ma. Isten. Az ellenség, aki megvezette az egész világot, és elhitette vele azt, hogy mindenki egy Isten tisztel, és az ez, akiről ez a könyv beszél. És ez egy szomorú tény. Mikor hallották, haraggal megteltek. Akkor vajon ki az, aki irányította ezt a karaktert? aki a lázadást szította Efezusban. Ez a két erő folyamatosan harcol, a világosság fiai és a sötétség fiai. És az ellenség úgy manipulálja az emberiséget, ahogyan az atya az ő végét irányítja. Csak nem egyértelműen. Demetert használta fel, hogy elindítsa azt a folyamatot, aminek majd mindjárt meglátjuk a végét. Hogy mikor ezek hallották, haraggal teltek meg. Kiáltanak mondván, nagy az Efezusi vagy Efezusi Diána vagy Ártemis, vagy Jézus. Hogy beszélhetsz így Jézusról? Mikor ő, mi megváltunk, meg ő, a, aki eltörölte a törvényt, meg, meg te nem hiszed, meg, meg ez, ez, ez hogy lehetséges? És betelék az egész város háborúsággal. És aki elindította ezt, az egy Demeter nevű ötvös az ellenség egy emberen keresztül megtöltötte az egész várost felfordulása, zűrzavarra, káosza. És egy akarattal a színházba rohantak, egy akarattal a színházba rohantak, megfogván Gájuszt, Aristarkuszt, kik Macedóniából valók, és Saulnak utitársai voltak. Teljes egyetértésben ment már mindenki. Elkezdődött az ötvössel, az ötvösökkel, és az egész város belesüppett ebbe a káoszba, és teljes egyetértésben menetelt ezek ellen az emberek ellen, akik próbálták elmondani az igazságot. Úgy, kb. ahogy ma valaki megpróbálná elmagyarázni ezt egy keresztény gyülekezetben, és mindenki azonnal elkezdené magyarázni, hogy Kolosséjakhoz második fejezet, 16-os vers, Galatákhoz 5-2, meg az összes többi, amit ismernek. Azért, mert az a két ruhák, ami irányítja a világot, az így is úgy is manipulálja az embert, ha tetszik, ha nem. Vagy valaki önként feladja magát a vagy más esetben az ellenség felhasználja az ő céljaira, az Jahua persze irányítván ezt. Saul pedig a nép közé akart menni, nem engedték el a tanítványok, és az ázsiai főpapok közül is némelyek,ik barátai voltak, neki küldtek hozzá és mondták, hogy ne menjen oda semmiképpen. Már most ki egyet, figyel mindenki, hogy mi az, ami, ami ide van írva, koncentráljon erősen arra, hogy miről van szó. Ki egyet mondott, ki más mondott, mert a négygyűlés összezavarodott. És a többség nem tudta, hogy miért gyűltek össze. Világos. Ugyanez a káosz tapasztalható ma a világban. Az ellenségnek megvannak az emberei. Előtettek egy-egy gondolatot, hogy ég az Amazonas, hogy már Afrikában is ég, hogy a meteor megérkezik, hogy, hogy láttak egy ellenséges űrhajót a nap körül. Teljesen mindegy. Mindenki ott volt, mindenki benne volt ebben a káoszban, ez szikréó. Zűrzavar. Mikor, amikor akkor felkavarunk valamit. Felforgatták ezt az egészet de a többségnek fogalma se volt, hogy miért volt ott. Ennek ellenére mindenki ott kiáltozott. Az egész város tele lett ezzel a káosszal, és azt tudták, hogy miről van szó. Pont ugyanígy van ma is mellesleg. Úgyhogy ezt akartam megmondani, hogy megmutatni, hogy a káoszt az ellenség gyártja a világban. Onnan tudjuk, hogy nem Jahuától jön, amellett, hogy szerintem mindenki, akinek van egy csepp, ezt tudja, hogy le van írva, hogy Elohim nem a nyugtalanságnak, a rendetlenségnek, a megosztottságnak, vagy a háborúnak, a forrongásnak, az űrzavarnak, az endülésnek, a lázadásnak, a felkelésnek, az Elohime, hanem a békességnek, miként a karosi minden gyülekezetében 1 Korintus 14.33. Akkor ki az, aki okozta azt, ami ott történt, hogy ezek az emberek ott egyöntetően háborogtak az ellen, amit nem is értettek igazán. És szerintem ez, meg amiről korábban szó volt, hogy az újdonságot mondják, meg, meg, adják tovább ezt a, ezeket a dolgokat, ez ugyanígy van ma is. Mint ahogy akkor volt. Azért mutatja meg, hogy ha valaki figyel, mint ahogy István tanításából kijött a szomúságból egy egész történet, ha valaki időt szentel erre, meg figyel, meg érdekli, akkor az atya Lépésről lépésre felfedi neki az igazságot, és közelebb vezeti magához, és akkor mikor megérti ezeket a dolgokat, és próbálja elmagyarázni másnak, és nem tudunk túljutni azon a bur burkon, ami, ami nem hagyja, akkor értékeli igazán az ember ezt, hogy mekkora ajándék érteni ezt. Még akkor is, ha fáj, hogy nem lehet megosztani mindenkivel. Ami egy fájdalmas dolog. Nézzük, mi az, amit tanácsolt Saul mikor elhagyta a gyülekezetet. Ez apostolok cselekedetei, 20-as fejezet. A 29-es vers az, amit mi el fogunk, el fogunk olvasni, de maga ez a részlete apostolok cselekedeteinek, pábúcsúja az efeszuszi vagy az Efésusi gyülekezet véneitől. A lényeg az ez. Ír azoknak, akik vezetik az Efésusi gyülekezetet. Azt mondja, hogy tudom, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Úgyhogy ez egy elengedhetetlen folyamat ezek szerint, hogy ezek jönnek, meg érkeznek. De nem áll meg itt, hanem azt mondja, hogy ti magatok közül támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, és a tanítványokat maguk után vonják. Leírja nekik, hogy közületek lesznek némelyek, akik a tanítványokat el akarják vonni maguk után fonák dolgokat beszélvén. Ez a fonák dolog, ez diasztrefó. Megfordít, vagy elcsavar, vagy eltérít valakit, vagy eltéveít valakit a helyes útról. Megzavar. Viselkedésével, a beszédével. Elferdít, vagy eltorzít valamit azért, hogy magával vonja a tanítványokat. Ugyanitt már csak arról van szó, hogy mi az az út, amit nekünk járni kellene, vagy melyek azok a napok, amelyek fontosak, vagy egyáltalán honnan is vennénk példát. Saul azt mondja, vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel-nappal meg nem szűntem könyhullatással inteni mindenkit vigyelmeztetni erre, hogy mi az út, mi az, amit nekünk tennünk kellene, hogyan kell ezt járni, mi az atya elvárása. És most, atyám fiai, ajánlak titeket Elohimnek, és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden külön választottak közt. Nézzük, hogy ő hogy élt. Hogy mi az, amit nekünk tennünk kellene. Valószínűleg leírja majd, nem? Nekünk csak azt kéne csinálni, amit ő csinált. Azt mondja, mi pedig a kovásztalan kenyerek napja után kievezünk Filippiből, és menénk ő hozzájuk Troászba öt nap alatt, ahol hét napot töltöttünk. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepe. Ez az, amit ők ott tartottak. Szóval ő példát mutatott az embereknek. Azt mondja, hogy figyeljetek, emlékezzetek arra, hogy én mire figyelmeztettelek benneteket. Mert elvégezte Saul, eldöntötte, hogy Ephesus mellett elhajózik, hogy ne kelljen ott időt mulatni, mert ázsiában, mert sietett, hogyha lehetséges, a pen, ez pünkös pentekosz vagy sabóvót napjára Jerusalemba érjen ez a halál, a feltámadás és a mennybenete után ő még sietett, hogy ezt az ünnepet meg tudja tartani Jeruzsálemben. Ez az, ahogy példát mutatott neki. Figyelmeztette az embereket, hogy ez az időszak, mikor ő elmegy onnan, ez egy veszélyes időszak kezdetét jelzi majd. Sőt, 18-as fejezet ugyanitt. 18-as verstől így szó. Saul miután még több napig ott maradt, az atyafiaktól vagy a testvérektől elbúcsúzva Szíriába hajózik, és vele együtt Priscilla és Aquilla, minek utána fejét megnyírtak Kenkreában, mert fogadása volt, elment Efézusba, és ott hagyta azokat, akikkel ment. Ő pedig bement a zsinagógába, és folytatta ezt a párbeszédet a jahudimmal. Mikor azok kérték, hogy több ideig maradjon náluk, nem maradt. Szerették volna, hogy maradjon, hogy meg tudják ezeket a dolgokat beszélni. Búcsút vett tőlük, és azt mondta. Mindenképpen, Pantosz, bizonyára, minden esetben, mindenféleképpen feltétlenül bizonyosan kétség kívül Jeruzsálembe kell mennem nekem a következő ünnepet töltenem. Hogy létezik az, hogy ő még mindig az ünnepek miatt rohangált ide-oda, mikor már régen nem kellett volna mert Jézus betöltötte az ünnepeket. Betöltötte a Pentekoszt, a Pünkösdöt, betöltötte a Kovásztalan kenyerek ünnepét, a Karácsonyt, meg az összes többit. Mindent. Egy füst alatt. És ő még mindig ment oda-vissza, hogy ott legyen Jeruzsálemben. Ami egy parancsolat. És ezen a ponton ezzel fejezném be. Ha már a parancsolatnál tartunk. Mikor elkezdődött ez az egész út, számomra, akkor hamar kiderült minden, hogy mi az, amit az atya akar. Valahogy úgy intézte, hogy nekem kimaradt az egész, betöltötte, megcsináltam, meg, meg ezek a dolgok kész. És valahogy eljutottam oda, hogy sabát, tora, étkezés, öltözködés, ez egy nehéz dolog lesz onnan, ahonnan én indultam. Én úgy voltam vele, hogy mint minden mással. Mi más lehet csinálni, úgyhogy elkezdem csinálni úgy, ahogy mindent addig, elfeledkezve minden másról, százszázalékosan rákoncentrálva erre. És akkor hamar eljut az ember ide. Egy idő után, mikor derülnek ki ezek a törvények, meg hogy akkor ezt meg kell tartani, meg azt, ha így indul valaki, mint én, akkor ez nem furcsa. Én nekem nem volt az soha, hogy ezt már nem kell, mert ez betöltötte, vagy ez elmúlt, vagy akármi. Én nekem csak az volt, hogy ez egy valami, amit nekem meg kell valósítani valamilyen formában. Úgyhogy én azt javaslom, hogy így gondoljon mindenki erre inkább. Mint ahogy én gondoltam akkor. Oké, okay, hogy tudom én ezt megvalósítani az életemben? Mert nem fel sem merült, hogy valaki is eltörölte ezt, vagy, vagy van egy alternatíva, hogy, hogy én még odáig nem jutottam el ekkor. De idáig meg igen. És én úgy voltam vele, nekem nincs kedvem ehhez már. Már csinálom a sabátnapot, minden héten egy nap. Épp elég nekem csak nem csinálni semmit egy nap. Nem voltam hozzászokva ehhez, hogy nem csinálok semmit, én mindig jöttem, mentem, hallgattam a videókat, intéztem a dolgomat. De én hajlandó voltam ezt abba hagyni arra a napra. Tudtam, hogy ez fontos, úgyhogy úgy voltam el, hogy elkezdem, aztán majd lesz valami. De mikor eljutottam ide, és elkezdtem a videókat hallgatni az ünnepekről, akkor úgy voltam vele, hogy nekem ez nem hiányzik, hogy még plusz napok legyenek. És ez nem is a legborzasztóbb volt az egészben. Én tudtam egy idő után, hogy ezek elengedhetetlen dolgok. És ha bárki azt gondolja, hogy a sabát, vagy az ünnepek szabadon értelmezhetők, vagy kevésbé fontosak, mint akármelyik másik, akkor az szerintem súlyos tévedésben van. Soha senkinek nem jutna az eszébe az, hogy azt mondja majd a végén, mikor ott áll jahu előtt, hogy el kellett lopnom ezt. Vagy hazudnom kellett, vagy át kellett vernem azokat az embereket. Vagy meg kellett ölnöm ezt a 16 embert azért, hogy érted, muszáj volt. Vagy nem volt alternatíva, csak úgy kaptam meg ezt az állást. Vagy akkor miért lenne más az, hogy azt mondom a végén, hogy dolgoznom kellett a sabátnapon, mikor tudjuk, hogy egészen addig, hogy a házasságot ne törd meg, mindegyik bűn halálos volt tulajdonképpen. A sabát a közepén ennek. H hogy is állhatok oda, azt, azt mondom, hogy nekem tíz évig dolgozni kellett, bocs, hát valahogy meg kellett élnem, hát na, érted. Most mit csináljak? Nem volt más alternatíva. És akkor még ennek a tetejébe azt mondja, ezért alakult ki ez, ami ma van. Azt szeretném, hogyha mindenki próbálna belegondolni abba a szituációban, mi én voltam akkor. Olyan súlyosnak láttam a helyzetet, hogy elkezdtem nézni kint Angliából, egy házán, hogy van-e olyan Jehova tanuló gyülekezet, ahova én betudnék esetleg, vagy adventista, mert azok legalább valamennyire értették azt, amit én már rég tudtam akkor, hogy nekem mindent csinálni kéne. Hogy vajon akkor velük megtartom a sabátot? Azért, mert azt írja, Kétszer beszél az ünnepekről, 3 Mózes 23, 5 Mózes 16, 14. Szólj Izrael és mondd meg nekik, Jahuának ünnepeit. Oké, okay? ezek Jahuának ünnepei, amelyeken kodes gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Úgy, hogy én senkit nem ismertem, aki csak egyáltalán a közelébe volt annak az elképzelésnek erről a könyvből, mint amerre én eljutottam. Ez volt három és fél évvel ezelőtt. Oké, okay. akkor elmegyek egy adventista gyülekezetbe, de ők nem tartják ezeket az ünnepeket. Úgyhogy nem tudok velük összegyülekezni. Nem tudok elmenni egy Jehova tanulja gyülekezetbe, vagy egy reformátusba, vagy az akármelyikbe, mert mind azt mondja, hogy ezekre már nincs szükség. Annak ellenére, hogy itt világosan le van írva, hogy nem az, hogy nem, nem az, hogy nem kell, 5 Mózes 16, hanem kell. Kodes gyülekezésre kell összegyülekeznetek. Gyülekezés. Kiabál, vagy kiált. Szólít, vagy hív, vagy hirdet, vagy kihirdet, vagy kinyilvánít. Szóval nekem ki kell nyilvánítanom ezeket a szent, kodes gyülekezeteket. Úgyhogy én nem ismertem senkit. Azután azt mondja, ezek azok, az én ünnepeim, Jahuá, nem Mózes. Mó Jahua mondja Mózesnek, ezek Jahuának ünnepei, ezek az én ünnepeim. Háromszor elmondta a két versben. Ennek ellenére, ha én beszéltem valakivel, mind azt mondta, hogy a mózesi törvényeket nekünk nem kell megtartani. Vagy a mózesi ünnepeket. Mikor itt elmondta, hogy ezek az ő ünnepei. Hat napon át munkálkodjatok a hetedik nap a nyugodalomnak, kodes gyülekezésnek a sabátja. Semmi dolgot ne végezzetek, Jahuának sabátja legyen minden lakhelyeteken. És én olvastam ezt ott így egyedül, gondolkodván arról, hogy akkor én hogy fogom ezt megcsinálni, hogyha nincs senki, akivel én összetudjak gyülekezni, mert ekkor Viktor már Ausztriában volt, én meg ott voltam egyedül az én felfogásom az volt, amit én javaslok mindenkinek, Jahuának hála. Amennyiben nincsen ilyen gyülekezet vagy csoport, akkor majd én létre fogok egyet hozni, azért, mert nincsen más választásom. Hogy nekem ezt meg kell csinálni. Hogyha át kell menni a másik oldalára a tengernek, vagy fel kell menni akárhova, ez a feladat, hogy összegyülekezzünk, mert ő ezt mondta. Én nem azt mondom, hogy én, én képesek éreztem magam arra, hogy megcsináljam, mert egyáltalán nem. De a fejembe az járt, hogy hogy lehet ezt az egészet megcsinálni akkor? Hogy fogok én eljutni oda, hogy a sabát napon nekem legyen egy hodes gyülekezés? Vagy hat napon át munkálkodjatok, utána így folytatja, ezek Jahuának ünnepei. Negyedjére, hodes gyülekezések napjai. És akkor úgy gondoltam, hogy ha már harmadjára elmondta a négy verszak alatt, hogy ő komolyan gondolja, hogy nekünk gyülekeznünk kell. És ezt azért mondom el mindenkinek, mert ma mindenki látja, hogy ami az embernek lehetetlen, az Jahuával lehetséges. Mert onnan, hogy nem ismertem senkit, eljutottunk idáig. Ez egy tanúbizonság mindenkinek, hogy Jahua bárkivel Bármit meg tud csinálni, amit akar. Az, hogy ne dolgozzak szombaton, vagy ott legyek az ünnepen, vagy így öltözök, vagy úgy öltözök, vagy ahogy öltözök, az csak egy elhatározás, és aztán ő azt megcsinálja. Folytatta, az első hónapban a hónap 14-én Estennen Yahooának Páskája, persze, 15. napján pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe kezdődik, Hét napig kováztalan kenyeret egyétek, az első napon kodás gyűlökezésetek legyen. A hetedik napon kores gyülekezésetek legyen. Én már egyedül is csináltam ezt, úgy voltam vele, hogy nem tudok jobbat kitalálni, az én azt szeretném, ha lenne valaki, de mivel nincs, én hajlandó vagyok, mivel ő ezt akarja szerintem. Én hajlandó vagyok megcsinálni, mert én meg akarom mutatni, hogy én nagyra értékelem mindazt, amit az én életemben véghez vitt. Addig meg akkor. Hogy eljutottam oda, ahova el akartam jutni. Hogy megtudtam az igazságot, hogy megértettem, hogy mi az élet értelme, ami előtte tíz évvel fogalmazódott meg bennem először. Hogy van egyáltalán. Folytatta, és újra és újra elmondta ezt a dolgot. Hogy ezek a kores gyülekezések, mint a 21-es versben, és gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon, és kodes gyülekezésetek legyen, semmi Robota munka, ez pénzhez munka. Ne végezzetek! Örök! Rendtartás ez minden ti nemzet, lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint. Igazából nehéz is ezzel vitatkozni. Örök mindenhol mindenkinek. És ez, meg a 27-es vers, amikor azt mondja, hogy ugyanennek a 7. hónapnak a 10-én engesztelés napja van, kodes gyülekezésetek legyen elvitt odáig, ami aztán kialakult később. És ez az, ami, ahol most tartok. Minden, ami történt, az valahogy mégis az atya érdeme. Hogy hogy történt ez az egész, azt nem tudom. Első napon és gyülekezés legyen, semmi munkát ne végezzetek. Hét napon át áldozatok, tűz áldozatok, nyolcadik napon hodes gyülekezésetek legyen. Ezek Jahuának ünnepei, melyeken hodes gyülekezésekre kell gyülekeznetek. Minden lakóhelyen, mindenkor, mindenkinek. Ezt nehéz elmagyarázni, vagy visszaadni, de gondolom így mindenkinek van valami fogalma arról, hogy hogy is jutottunk el idáig. Megmutatja az utat. Megmutatja, hogy mit kell tenni. És nekünk csak az elhatározást kell meghozni a fejünkben, hogy mi meg akarjuk azt csinálni. Aztán ő elintézi a többit. Utána megmutatja, hogy mennyi videót kell csinálni, miről kell beszélni, hova kell menni, kivel kell tárgyalni, mit kell csinálni. Folyamatosan újra és újra és újra, és ő elintézi az egészet, hogy menjen. Csak valakinek a fejében el kell határozni, hogy ő ezt akarja csinálni, tűzön, vizen át mindenképpen, minden körülmények közt ez a legfontosabb. És ha már a tűzön vizen átnál tartunk, akkor szeretném, hogyha megérteni mindenki, hogy minden az atya érdeme ebbe az, ebben az egészben. Az én szerepem, ő a kövekből tud magának népet teremteni. Én tisztában vagyok ezzel, úgyhogy én nem várom el senkitől semmit. Ha mindenki hozzáfordul, neki köszöni meg, az a legnagyszerűbb dolog, ami, amit én elértem ez alatt az idő alatt. De tűzön vizen át, azt mondja Nabukodonozor a három fiúnak, Sidrák, Misák, Abednego, szánt szándékból nem tisztelitek-e az én elohimemet, és nem imádjátok-e az arany állóképet, melyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, amikor halljátok a kürtnek, a sípnak, a citerának, a hárfának, a lantnak, a dudának és minden hangszernek a szavát, boruljatok le és imádjátok az állóképet, melyet én csináltattam. De ha nem, tüstén bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Elohim, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Mikor arról van szó, hogy tűzön, vizen át, akkor lehetséges, hogy ez az, a pillanat, ami az embernek eszébe kéne, hogy jusson. Azt mondja ez a három fiú. Ó, nabukodonozó. Nincs is szükség arra, hogy erre feleljünk. Fölösleges. A mi elohimünk, akit mi szolgálunk, ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből, a tekezetből is, ó király, ki fog minket szabadítani. De ha nem, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te elokimeidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, melyet felállítottál, nem imádjuk. Tűzön vízen át!